Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és elsősorban Tamást itt, hogy megjelent körünkben, nagyon szépen köszönjük. És rögtön az elején szeretnélek titeket bevonni a kérdezésbe, tehát hogy ne olyan ilyen ortodox sorrendben menjünk, hogy időrendbe, hogy a főiskola, hogy volt nála, meg hogy kezdődött el a szakmai életút, stb. Majd ilyenekről is beszélünk, de nyugodtan lehet rögtön a filmről is az elején. Tehát, hogyha vannak kérdéseitek, akkor már most is nyugodtan lehet, és aztán majd mindenféle egyébről is még beszélni fogunk. Szóval, hogy van-e valami kérdés most a filmmel kapcsolatban? Ugye felvetődött a szünetben, hogy hányban készült pontosan a film. Te emlékszel az évszám? 82. De a mikrofont mindenképpen tartsd a szád elé. Galikám, ha megengeded, elkezdenénk. Persze, igen. Megengeded, elkezdenék egy pár mondattal, mert tudom, hogy kínos az első kérdéseket föltenni. Én egy bőbeszédű ember vagyok, úgyhogy hamar jelentkezzetek, hogyha kérdezni akartok valamit. Először is köszönöm a meghívást, és köszönöm azt, hogy ilyen szép számmal érdeklődtök. Ez ennek az egész ügynek a dicsősége, gondolom. De hát elég számos ankéton, meg vetítés utáni beszélgetésen részt vettem már, de ilyen szép számmal nem érdeklődtek. Itt nyilvánvalóan más minőségben is vagytok jelen. Mikor a Gabi felkért engem erre az estére, akkor gondolkoztam, hogy mit is mondhatnék erről, és aztán neki azonnal mondtam, hogy hát ha valamit ezzel a filmmel kapcsolatban lehet beszélni, akkor itt operatőr és rendező viszonyáról érdemes leginkább beszélni. Én nem hiszem, hogy ennek a filmnek a technikai hátteréről, meg egyebekről különösebben érdemes lenne beszéljünk, hiszen ez egy 35-ös filmre készült klasszikus módszerekkel, nem olyan kamerákkal, mint amikkel ma forgatnak már a szuper produkciók, hanem egyszerűen az örgős Ariflex-el, meg az Ari BL-el, meg Steadicam nélkül, meg kézből bárra vett BL nagy varióval az orra előtt ilyenekkel forgattam, mondjuk. Ez egy zoom objektív. Tánc jelenetet például ott a falusi buliba. Szóval ennek a technikai része az azért nem hiszem, hogy különösebben izgalmas számotokra, mert egyrészt fejlettebb technikával és magasabb képzettséggel fogtok rendelkezni addigra, mire eljuttok odáig, hogy nagy játékfilmet forgassatok. És ez egyrészt a kamera miatt is, meg másrészt a színészek miatt is utolszinkron végig a film, hiszen ezek ugye, milyen nyelven forgattátok egyébként, angolul? Hát a lengyel lányok lengyelül beszéltek általában, szóval nem. Mind a ketten beszéltek angolul, de hát lengyelül beszéltek, nem voltak ilyen kötöttségek. Most, hogyha már szóba hoztad a rendező-operatőr kapcsolatot, akkor rögtön így ugorjunk bele a mély vízbe, mert ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés volt akkoriban, és szerintem számodra is nagyon kényes kérdés volt, ugyanis te tulajdonképpen egy szent kapcsolatba kerültél bele, hiszen akkor a Makkarcsi hosszú évek óta a Tóth Janóval dolgozott, és hát sok filmet csináltak együtt, és akkor egyszer csak ezt a filmet veled csinálta, és nyilván a számodra, tehát akkor a szakma számára is egy ilyen nagy váltást jelentett, számodra is nyilván ez nem volt egy egyszerű dolog. Nem egészen így volt ez, Gabi, mert a Karcsi akkor már forgatott mással filmet, ők egy koprodukciós munka kapcsán váltak el az útjaik. Tudod, hogy a Janó szent
az én szememben, és ő az a magyar operatőr, aki a megalkuvás szót nem ismeri. Na most a Karcsi elkezdett koprodukciókat folytatni, és míg az ő együttműködésük azokat a csodákat hozta létre, amiket ismertek, a szerelemtől kezdve a macskajátékig és az erkölcsös éjszakáig. És akkor egy német koprodukcióba fogott bele a Karcsi, amire meghívták, és ott a Janó egy forgat, ez a legenda. Egyébként rendező és operatőr intimitásáról az ember nem nagyon beszél, legfeljebb a sajátjáról beszélhet, a többi az mind csak pletyka értékű. De ami ebből kiszivárgott annak idején, az történt, hogy a Janó egy felvételkor, ahol vadállatokkal erdei felvételek voltak és egyebek, ott egyszerűen az ő megalkuvást nem tűrő módján bejelentett, hogy nem veszi föl, mert nem olyan a fény. Nem olyan az időjárás, és nem olyan a fény, amihez a dologhoz elképzelt volt, és amit ő megkövetelt volna, és várni akart. Nem tudjuk, hogy mennyit, lehet, hogy csak egy fél napot, lehet, hogy egy órát, lehet, hogy egy napot, mert esett az eső, miközben Demerungra vártak, vagy valami ilyesmi. És másnapra kirúgták a produkcióból. Ugyanúgy, ahogy engem is kirúgtak egyébként a Karcsival készített második filmemből, a szó szoros értelmében lehaverkodtam Christopher Plummerrel, vállon veregettem, amikor eljátszotta az aggódót, hogy egy őrületes, tűretetlen maszkba hogy fogják végigcsinálni. Ez a Játszani kell című film története. És én Amerikában egy próbafelvételen vállon veregettem, és azt mondtam, hogy no problem, I will do it, okay, my friend. És másnap kivoltam rúgva a produkcióból, de nem mondta senki. Csak a Plummer bement a producerhez, és azt mondta, hogy ez kicsoda. Hát ki ez? Ha megőrültetek? Valami ilyesmi történet volt, és én kivoltam rúgva. De a Karcsi csak a második próbafelvételkor vallotta be nekem a leszállás előtt a repülőgépen magam mellé ültet, és azt mondta, most be kell neked vallom, hogy már nem te vagy az operatőr, de ezt most már végig kell csinálni. És akkor jó képet kellett vágni a dologhoz, én csak annyit változtattam a magatartásomon, hogy onnantól kezdve nem azt mondtam, hogy Christopher, csak azt mondtam, hogy Mr. Plummer. És akkor felvágott, és elkezdett velem azonnal cikizni, hogy most mi ez, meg mi az, hogy Mr. Plummer. A lényeg az, hogy leváltottak, és egy amerikai világító operatőr szerződtettek a filmre. Én az első két napot még én forgattam, egyéb időzavarok miatt. És azt mondta a mester, hogy itt most nagyon szedjük össze magunkat, mert neki csak akkor van módja megvédeni engem és a munkámat, hogyha egy olyan mustert teszünk le, amit vállalni tud. És akkor meg is néztük ezt az első két napi musztert, ketten, illetve a fővilágosítóval, a kameramanommal, és a szegény Halom Jóskával, aki ennyi a filmnél is végig a támaszom volt. És a Karcsi, a mester azt mondta, hogy ez kifogástalan, de a muszter kimondottan tetszik neki. Nem volt egy könnyű dolog, mert a Szabadsághíd alatt ott a matróz kocsmába, egy belsőből kijöttünk az éjszakába, meg vissza a terembe, meg minden. Karcsi azt mondta, oké, ez jó. És akkor a Plummer megnézte a producerrel, meg a Karcsival külön. Kijött, azt mondta az operatőr, ki van rúgva, árnyéka van a bajuszomnak. Erre nem figyeltem oda, hogy ne legyen árnyék a bajuszának, és ennyi. Az más kérdés, hogy utána le kellett volna mondanom az egész filmről, de hát részben a mester, részben az egész produkció úgy állt föl, hogy azt mondták, hogy én majd végig svenkelem a filmet, tehát tulajdonképpen forgatóoperatőrként végigcsináltam az egész stábommal a filmet, de egy világító operatőrnek nevezett amerikai srác, azóta egyébként eléggé befutott operatőr lett. Ő volt a világító operatőr, és ő jegyezte aztán a filmet. Amerikában már nem vittek ki engem a forgatásra. Ez az amerikai stábfelállás, hogy a DOP, aki a film operatőre, director of photography, az
mondjuk felelős az egész képi világért, és ő az, aki a világítást is... De nem ül a kamerán. De nem, manuálisan nem ő kezeli a kamerát, arra van egy camera operator, aki a kamerát kezeli tulajdonképpen, és ez egy teljesen elfogadott munkamódszer, sőt olyannyira, hogy amikor így magyar operatőrök kimennek és szeretnének úgy forgatni filmet, hogy ők lehessenek a kamerán. Mert ahogy mi azt megszoktuk. Mert egyrészt így szoktuk meg, másrészt meg így is szeretjük. Igen. És akkor nagyon sokszor előfordult az, hogy de azért az ottani szakszervezet ragaszkodik ahhoz, hogy fizessünk egy ottani kameraoperatőrt, annak ellenére, hogy nem dolgozik a produkcióban. Na, itt a nyakig vagyunk a rendező és az operatőr viszonyában. Igen, tehát hogy erre most azért érdemes visszatérni, mert ez egy picit idegen közeg volt nekünk azokban az években, amikor elkezdtünk ilyen amerikai meg nyugat-európai koprodukciókba dolgozni. Gabi, ez egy fantasztikus teljesen átállás. Más világ volt. Itt megnézzük ezt a filmet, ezen a vége főcímen a rendező előtti utolsó név vagyok. Ugye az operatőr rangja az Illés iskola nyomán, a rendező első munkatársa az operatőr. Én egész életemben a 35 játékfilmemben a főcímen mindig a rendező előtti utolsó név voltam. Amikor a koprodukciók és a mai metódika életbe lépett, akkor az kiderült, hogy az operatőr rangja a nyugati filmgyártásban egy technikai, fontos technikai személy, egy művészi munkatárs is, de valahol a stáblista közepén van. Nézzétek meg a plakátokat, nézzétek meg a filmeket, a főcímeken. A director photography az valahol ott a középmezőnyben van, utána jön még 2, 3, 4, 5, 6, 7 producer, vice, meg egyéb munkatárs, sokszor író, vágó, zeneszerző, és az operatőrt már rég elfelejtettük. És ezt a metódust, ezt a rangot, amit a magyar operatőr jelent, ennek a hangulatában, ennek a feelingjében éltünk és alkottunk. Elkényeztetett módon. Mert a rendezővel nem mindig, de a rendezők legnagyobb százalékával úgy kellett együtt dolgoznunk, hogy a forgatókönyv kezdetétől fogva részt vettünk tanácsadóként, véleményezőként, a díszlettervezővel konzultálva, öltöztetésben részt vettünk, sokszor zenét meghallgatva, szóval egy olyan beavatott, komoly munkatársként vettünk részt a rendező munkájában, amiről ma hát nem nagyon van szó. Nincs erre idő. Egy nyugati filmben az operatőr egy héttel a forgatás előtt bezúdul, megnézi a díszlettervező által kiválasztott, felelősséggel kiválasztott díszletet. Megnézi az öltöztető, a ruhatervező által felelősséggel kiválasztott ruhát, esetleg, de már semmi köze nincs. Csak hogy ott egy ilyen alkotótárs azért a részletmunkáért olyan mélységű és olyan nagyságrendű felelősséggel tartozik, hogy az elképzelhetetlen. Tehát, hogyha itt egy operatőr egy díszlet vagy egy jelmeztervező munkájába a forgatás előtt beledumál egy ilyen óriási produkcióban, akkor azt megölik. Egyszerűen nincs. Ez egy olyan konfliktus helyzet, azzal az a díszlettervező le van járatva. Tehát ha egy operatőr megkontrázza valamilyen művészeti munkatárs munkáját, azt a látszatot kelti, mintha nem jól végezni az ügyét, a munkáját. Pedig ebben a munkamegosztásban mi ezekkel a munkatársakkal, egy Weyer Tamással vagy egy jelmeztervezővel a legnagyobb barátság szintjén vettünk részt. És úgy mertünk tanácsot adni, hogy eszünkbe nem jutott, hogy ez sértő lehet. Na, rendező és operatőr viszonyából indulva, még mindig azt mondom, hogy én ebbe a filmbe úgy kerültem, hogy
tanítványa voltam a MAK tanárúrnak a főiskolán. Utána évekig. Elmondott, hogy milyen osztály volt, akik voltak benne? Hát kérlek szépen, mi végeztünk Kende János, Lukács Lóránt, Neményi Ferenc, Dobai Sándor, Zsóka Zoltán, Dobrai György, két arab, nem, örmény srác. Ő fantasztikus dolog, végig azt hittük, hogy arabok, és most kiderült, hogy örmények. És ez nem ugyanaz. De nekünk jöttek vendég, diákokként, arab-arab jöttek Irakból. És hát kiderült, ez hogy örmény srácok, és nagyon, nagyon érdekes, most éppen a szemüveg, ezt a szemüvegemet, ez az örmény osztálytársamnak a fia csináltam. És ebből ez így derült ki. Ja, ti még mindig összejártok? Nem, teljesen véletlenül. A neve annyira ismerős volt, a Fehérvári úti rendelőintézetben ki van írva, hogy Diramerian. Ez egy nagyon híres optikus üzlete van. És miután egy Onik Diramerian nevű osztálytársam volt ezek után, rákérdeztem, hogy a papád nem volt véletlenül operatőr, azt mondja, hogy dehogy nem, most halt meg. Szóval ez egy olyan osztály volt, aki a Lukács Lóri, meg a Zsóka, meg a Kende, igen, Kende, akiknek egy része a televízióba került operatőrnek. Egy nagy része, nagy része. Hát és voltak benne rendezők is. A Kend egyedül a Neményi próbált rendezőnek menni, és a Dobrai Gyuri, aki a Szerelem első, második, harmadik, negyedik, ötödik Vér című filmeket csinálta, ő rendező lett, ő nem is csinált a filmet egyébként operatőrként soha. De hát tulajdonképpen a játékfilmbe a Kende került be elsőnek, és aztán én. Ebből a társaságból a Lóri aztán csinált a tévéből kiemelkedve, csinált sorozatokat, meg filmre forgatott tévéfilmeket. Igen, tehát hogy tanítványa voltál a Charlie-nak, és akkor hogy? Tanítványa voltam a Charlie-nak, és tulajdonképpen még társaságban is gyakran együtt jártunk, és aztán alakult az a hiányot valahogy, hogy nem, a Janóval ugye nem lehetett ezt a dolgot egy könnyen rekonstruálni, és akkor máig is megmagyarázhatatlan módon rám esett a választása. Volt egy más verzió, azt hiszem az Elemérrel kezdett először tárgyalni, akkor az Elemérnek volt valami más dolga, és akkor... Na, én elkövettem ebben a filmben, hogy legyen szó egy kicsit a technikáról is, és ennek ellenére ő végül is nagyon baráti és romlatlan jó viszonyban, és nagyon megdicsérve kerültem ki ebből a filmből, mármint a mester által, a MAK Károly által, de ezzel együtt két óriási bakit elkövettem ebben a filmben. Az egyikről én tehettem, a másikról nem. Abban az érszakai jelenetben, a nagy erdei jelenetben, ahol a rohangálás van a határátlépés közben, még nem volt spotméterem. Azt tudjátok, hogy mi a spotméter, a közönséges fénymérő és a spotméter között az a különbség, hogy a belső fény és a visszavert fény mérésé közti különbség, ugye a spotméter a visszavert fényt méri nagy távolságból is, a belső fény az meg hát olyan, mintha belenézne az ember egy objektívbe, és hát amit ugye, azon belül lát, azt ki tudja mérni. A különbség az, hogy a fénymérőt oda tartom a Gabi arca elé, a ráeső fényt azt méri, és ahhoz mérten exponálok. A spotméterrel pedig 20 méterről ki tudom mérni az arc bőrről visszavert fényt. Ez, itt van egy különbség, azt egyeztetni kell, és akkor az szerint viszonyítod az expozíciót. Na, ebben az erdőben forgattunk, esőgépekkel és irtózatos hideg és borzalmas körülmények között, és én belső fényt mértem, és előtte még terepszemléken is kitapasztaltuk, hogy mi a helyzet, de utána meglocsoltuk az erdőt esőgépekkel, és a fatörzsek és minden elment feketébe. De ezt miután visszavert fényt nem mértünk, ottan viszonyítottuk, és úgy gondoltuk, hogy majd csak lesz valami, miközben arcokon természetesen bőven megvoltak az értékek, eközben, mikor bementünk a vetítőbe, akkor egy olyan üvegblankot vetítettem, hogy egyszerűen kész, nem, halál. A maga volt a halál. És ez egy óriási anyag volt, hát hatalmas túlforgatással, meg mindennel.
Nem, a tanár úr azt mondta, hogy öreg, hát ezt elkurtuk, most akkor mi lesz. És akkor csináltunk egy pótfelvételt, kistoppoltuk, ami kellett, de hát én az egész nagy szettet nem lehetett megismételni, de nem kaptam igazán a pofámra. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig... És ez még az elején volt a forgatás? Elég az elején forgatás. Az elég rossz. Nem, hát olyan elég, igen. Nem, nem közvetlen az elején volt, hogy valahol a közepetáján, időjárás, meg egyéb okokból. A másik dolog pedig az volt, hogy a Movie-ken klasszikus példányával forgattuk. Akkor kerültek a Movie-kenek a gyár tulajdonába, Az csak fordítok, hogy mi. Ja. Hogy az, ugye ez, ami az előbb látszott, az a kamera, az egy sima Ariflex kézi Ari, amit egyébként a németek még a II. Világháborúban ilyen haditudósítói munkára gyártottak. Körülbelül olyan tartós volt, mint azok a Volkswagen bogarak, amik még ma is működnek. De ez nagyon hangosan zörög, ez a kamera, tehát emellett hasznos hangot nem lehet forgatni. És egyébként sem úgy van kitalálva, hogy kézi kamerának jól lehessen használni, mert nem lehet vára tenni a kamerát, tehát előtted van az egész kamera, és azért van például az a rúd most alatta, mert annak a végén volt egy olyan, a Tamás nyakába lóg az a kis kitüntetés, vagy micsoda. Abba bele kellett dugni annak a végét. Volt egy ilyen, tehát bele lehetett dugni azt a rudat abba, ami a nyakába lógott, és akkor azt tartotta a kamera súlyát, és akkor ő ezzel a zoommal dolgozott, de az a kamera, amiről most a Tamás beszél, az egy teljesen új fajta, egy osztrák cég által előállított fejlesztés volt, igen. És az nálunk egy teljesen újdonság volt, hogy olyan halkan ment a kamera, hogy azzal gyakorlatilag eredeti hangos felvételt is lehetett forgatni, de nagyon érzékeny volt minden, tehát igazából nem egy műtermi kamera volt, és nem arra volt kitalálva, hogy kivigyék eredeti helyszínt. Azóta egyébként fejlesztették, és ma egy zseniális kézi változata is van, és ma forgalomban van, és egy kiváló eredeti hangra alkalmas kamera lett belőle. De a gyerekbetegségeit akkor nem nőtte ki. Az egyik gyerekbetegsége az volt, hogy egy bizonyos szögnél jobban megdöntötted, akkor működési zavarok az léptek. Én egy heti anyagomat is a másik tartani. Pedig, ugye ez az óriási baki, egyszer csak bementünk a vetítőbe, és két gépről vetítettünk. És olyan balszerencse volt, hogy a Mustert néztük az egyik gépről jött tökéletes éles változat, a másik gépről meg életlen, és akkor azt mondtuk, hogy a vetítőgép hibája. Nem esett le a tantusz, mert nem volt éles, valami zűrzavaró. És kiderült, képzeld el, hogy az egyik felvételi napon szektorhúzás volt a gépben, megmagyarázhatatlan, abból valamilyen olyan technikai kompjúter belső számítógépének valamilyen hibája miatt elhúzott a szektor, és dupla élességű képet hozott létre a szalagon, és egyszerűen két napi anyagunk tökéletesen elveszett, ott a vidéki forgatásban egyébként, hála a Jóistennek még a szerelmi jelenetet megelőző időben, azt meg kellett volna ismételni, akkor engem ott lefejeznek, szóval az biztos. Miközben erről természetesen nem tehettem, mert amit aki a kamerát kiadja, ugye az az osztály, a kamera osztály, az felelős a kamera állapotáért. Hát igazából egyébként ez egy ilyen konstrukciós problémája volt ennek a kamerának, mert egy teljesen független ilyen gumiágyasba rakták a kamera testén belül az egész motor meghajtó szerkezetet, és amikor megdöntötted a kamerát egy bizonyos szögben, akkor ez az egész belső szerkezet a filmmel együtt elmozdult, egy picit közelebb ment az objektívhez, vagy távolabb ment, és ez ráadásul egy olyan hiba volt, amit felvétel közben mi nem láthattunk, mert mi nem a filmre menő képet láttuk, hanem egy keresőbe egy ilyen tükörrendszerrel elvezetett képet, ahol ez a hiba nem jelentkezett, tehát mi tökéletesen éles képet láttunk, és aztán kiderült egy-két nap múlva a Musternél, hogy baj volt a felvétel, és meg kell ismételni. Igen, adott a különleges balszerencse, hogy mondom, két géppel vetítettük a Mustert a vetítőben, és
a hibás anyag valahogy mindig ugyanazon a gépen jött, ugye, mert forgattuk az anyagot, volt közte életlen, és volt közte éles. De a hibás anyag mindig az egyik oldalon jött, és ezért azt hittük, hogy a vetítőgép hibája. Mert ha a másik oldalon is megjelent volna az életlenség, akkor hamarabb leesett volna a tantusz. De egy vidéki forgatásról följöve muszternézéskor ez nem derült ki, és, már, és csak aztán a labor kopírozás közben szúrta ki, tehát tulajdonképpen úgy kaptuk a vészhírt, hogy megállni azonnal kamera, rendbehozás, minden őrület. Szóval ilyenkor egy rendező toleranciájára van hihetetlen nagy szükség, mert nem elég, hogy az operatőr a világítással meg egyebekkel állandóan késlelteti a rendező munkáját, a színésszel való munkát, egyáltalán a jelenet beállítását, az operatőr tulajdonképpen a rendező ellensége ilyenkor. És úgy is bánnak az operatőrrel, mert az operatőr legyen azonnal kész, legyen nagyon gyors, legyen nagyon jó, amit csinál, ne pofázzon bele semmibe, és ennyi. A forgatáson pedig, amikor minden idegszálak kilóg a rendezőnek, hogy valamilyen módon létrehozza az álmait, akkor én ott azon vacakolok, hogy tegyél be még egy funért kollega, vagy még egy sejmet abba a lámpába, vagy még tovább lágyítsuk a fényt, vagy állítsuk, tegyük át azt a lámpát, vagy miért. Tehát tulajdonképpen nagyon ki kell találni azt a munkamódszert és azt a sebességet, amin belül még minőséget is lehet csinálni, ki is lehet elégíteni a rendezői igényeket, meg az álmokat is valamilyen módon meg lehet valósítani. Tehát magyarul úgy kell evickélni a kompromisszumok erdejében, hogy azért valamilyen eredményre jusson az ember. Na most egy picit hagyjunk nekik is lélegzet. Na akkor most vételmi szünetet. Felvetettünk egy pár problémát. Jöjjenek kérdések tőletek is. Kinél van a filmmel kapcsolatban, most nagyon elmentünk a technika irányába, de nyugodtan lehet, igen, a küldesz oda egy mikrofont itt a kameránál. Hosszan kell nyomni a gombot, és akkor meggyullad. Megvan, igen. Arra lennék kíváncsi, ugye szó volt erről a hangos a reflexről, hogy a színészeknek ez nem okozott nehézséget, hogy miközben mondjuk egy intim, pont egy intim jelenet megy, és akkor ők meg azt hallják, hogy kattog ez a... A gyakorlat kérdése, mert az színész is ugyanúgy hozzá volt ehhez szokva, tudták, hogy ez a technikai hátrány. Ők azt hitték, hogy eleve utószinkronban megy, és akkor abban értek vele, hogy ilyen volt a filmezés. Ez ma oda mennél egy nyugati színészhez, egy zölgős Ariban, hát azt nem is tudná, hogy azt nem is hinni el, hogy Európában van, szóval nem tudom. De akkor ez így ment. És vegyes, látjátok, hát itt többféle technika állt rendelkezésre, volt, amikor kellett ugye az eredeti hangos kamera, viszont a nagyon mozgalmas jeleneteknél, például a mulatságban, olyan színész mozgásnál, nagyon szűk helyeken, ahol egyszerűen nem fértünk volna el egy rendes hangos kamerával. Ráadásul ebben a filmben a Karcsinak az volt a koncepció, hogy minél szűkebb egy hely, annál jobb. Itt a Kroner irodájában például te az egy 3 méterszer 2 méteres kis szoba volt, tele bútorral meg mindennel. És utólag én azóta az egész munkásságom alatt egyébként ezt rájöttem erre, hogy mennyire igaza van. Az ember mindig egy nagyon szűk helyen, nagyon sarokba szorítva találja ki a legjobbakat, a legizgalmasabb dolgokat. Amikor bekerültem egy nagyobb, nagy térbe, egy épített díszletbe, vagy van be, volt ilyen dolgom, akkor borzasztóan nehéz izgalmasan feldolgozni a dolgot. Ez valamiért. Szóval elvész a színész mozgásának a dinamikája, a kamera helyezkedése, ahhoz a végtelen fártok, meg a hosszú beállítások koreográfiája kell, hogy egy nagyobb térben, egy pusztaságban, egy Jancsó módjára el tud igazodni. A ilyen kamara jellegű dolgoknál, ahol egy párbeszédre van hangolva a jelenet,
ott minél szűkebb, minél jobban egymás nyakára vannak szorítva a színészek is, annál könnyebben és annál izgalmasabban dolgozik a kamera. Még egy valami lenne, itt közben látunk egy érdekes képet. Erről, igen, ez a víz alatti... Hát ez is a fantasztikus technika, nézzétek meg, szóval ez maga volt az eszelő. Nem elég, hogy itt még be is házott ráadásul, de szóval itt elindította a kamerát valahogy a technika, de soha nem tudtad, hogy tényleg megy-e például. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen tenger alatt járó vasból építve, tehát ez egy nehéz 100 kilós ilyen vas teknő volt, és belül bele volt téve az a bizonyos Arriflex, amit az előbb láttatok ott kint. Tehát beszereltek egy kamerát, és ez csak egy vízhatlan tok volt, és az a keresője, mert ugye nem lehetett átnézni a kamerán, hanem csak egy ilyen sportkereső volt, hogy körülbelül az van képbe, amit azon a négyzeten keresztül lát. És ki volt súlyozva az egész, hogy nagyjából lebegjen a víz tetején, ugye? Igen, hát ez volt, azok a vezetőszárnyak is voltak rajta, hogy tulajdonképpen egyenesen lehessen tolni a vízen belül. Nem volt meghajtó propeller rajta, vagy ilyesmi, szóval... Ez a snitt a filmben? Ez melyik? Ez az uszodai jelenet. Az uszodai jelenet, ja, mikor ott, elmennek amit, egymás mellett. Mikor elmennek egymás mellett, meg egyáltalán a csaj előtt ment a kamera. Nem sok felvétel került bele, csak fel voltunk készülve arra is, hogy lesz egy olyan igény, hogy egy bizalti dolog. Amikor ott az uszodában a Gragyina úszik és nézi, hogy mi van. De tulajdonképpen, ha jól emlékszem, most, hogy néztem a filmet, azt hiszem ezzel a kamerával készült kép végül is nem is került bele a dolgok. Mondtad egyébként nekem még a telefonban, hogy erről nagyon jó történeteid vannak ebben a forgatással kapcsolatban. Nyilván... Hát nagyjából benne vagyunk ezekben a történetekben. Hát elsősorban a bakik, másodszorban ugye ezek az apró nézeteltérések, az alkalmazkodások, az izgalmak, a metodika, a rendezőkkel való metodika. Arról mondja egy picit hogy a Karcsi például ugye felkészült forgatókönyvileg, de lényegében mindig rögtönzött is. Tehát voltak olyan napok, amikor nagyon hajszolt forgatás után én feltettem a kérdést, hogy mit fogunk csinálni holnap, hogy én korábban ott vagyok, hogy mivel kezdjünk, hogy csináljuk a dolgot. És egy klasszikus, sok klasszikus mondása van a Karcsinak, egyik például az, hogy csak semmi önálló gondolat. A másik pedig itt mondta nekem azt, hogy Tamáskám, ha én most elmondom neked, hogy holnap mit csinálunk, akkor én holnap már be se jövök. Mert akkor elmondom, aztán akkor ti megcsináljátok. De hát nem lehet nélkülem a dolgot, úgyhogy majd reggel megmondom. Ő egyébként úgy dolgozott, és ez borzasztó nagy segítség, hogy egyszerűen beeresztette a színészeket minden előre kitalált snittelés nélkül. Beeresztette a színészeket a díszletbe. A szövegükkel, a helyzettel. Akár leültetve, akár, de nagyjából bementek a színészek, és mint egy színi előadáson, mintha színpadon lettek volna a díszletben, nagyjából a saját mozgásaikkal eljátszották a jelenetet. És akkor azt körbejártuk, és akkor a Karcsi abba belelátta, hogy ő akkor ebből mit akar csinálni. Belátta azt a pillanatot, ami fontos, belátta, hogy abból mi legyen közeli. Egyébként a Karcsinál ebben a filmben tulajdonképpen egyetlen nagy közeli van, mert ő neki koncepciója, hogy a közeli az ez, amit mi szekondnak nevezünk, ugye, ami itt van vágva a színész meg a feje tetején. Ezt a nagy arc közelít egyetlen egy van a filmben, ott a szerelmi jelenetet megelőző hangsúlyos helyen. Tehát amikor a színészek elkezdték élni a jelenetet, akkor abba belelátta a dolgot, és akkor azt mondta, hogy akkor most nagyjából innen ezt elkezdjük, ide tesszük le, és úgy csináljuk meg. Nagyon meg kell emlékezni ebben a filmben egyébként a díszlettervező Bayer Tamásról, aki már meghalt pár éve. Ő azért itt nagyon sok dolgot talált ki, ez a vörös eszpresszó, ez a jelenlegi Dériné eszpresszó helyszíne,
ahol most egy ilyen komoly étterem van, ott a Krisztina városi templommal szemben van ez a helység. De akkor itt ezt a Weyer abszolút átrendezte egy tükrökkel, meg a fal ilyen ökörvér vörösre volt festve az egész bútortat, mint ez. Ennek az az egész erotikus meghitt hangulata az, az a Tamásnak a műve. És egyáltalán tulajdonképpen minden helyszín az ő találmány. Mondd, és ez, amit én, amiről az elején beszéltem, hogy ez mennyire túlment azon, amik ebben a filmben elhangzanak, ilyen rendszerkritika, azon, amit általában abban az időben átment a rendszeren, avval kapcsolatban volt valami élményetek? Vagy ez teljesen, akkor ez nem is jutott eszetekbe? Ezt ezek a cseh lányok is, tudod, akik jöttek itt, akik ezt a dokumentumfilmet csinálják, amit említettél a bevezetőben, nagyon kérdezték. Az igazság az, hogy ez annyira tabu téma volt, annyira nem készült ehhez hasonló film, hogy már erről a témáról, egyáltalán homoszexualitásról, leszbikusságról nem beszéltek. Miközben ennek a filmnek az alapja egy galgóci regény, és az alaptörténet egy életrajzi vonatkozású történet, méghozzá két filmgyári dolgozó hölgy között dolgozónak mondom, hát két szellemi munkás között zajlott le, nagyjából a történet egészen a drámáig, tehát a gyilkossági kísérletig. És ezt írta meg a Galgóci, ő ennek a dolognak, ő maga egyébként a női főhőse, azzal a különbséggel, hogy nem lett öngyilkos. És ez annyira, hogy is mondjam, elvitte a mi aggodalmainkat, hogy a politikai pikantériára és a nagyon erős és kemény politikai dologra nem is igazán figyeltünk oda. Most 82-ben már annyira, ugye már akkor a Tanút is szabadlábra eresztették, és akkor már nem volt ez annyira aggályos, hogy itt tulajdonképpen egy bátor kommunista beolvas egy gyávának. És jelentkezik egy olyan újságíró, aki le akarja leplezni az erőszakos TSS-ítésnek a problematikáját. Ennél több sérelmes nincsen, mint amit itt a Bács Feri egyébként a fejéhez vág ugye a Kronernek, hogy ezt a piszok kurvát, ezt te rúgd ki, mert ilyet hogy lehet leírni, hogy ki van. Tehát volt azért 82-ben vagyunk, tehát igenis itt a Kádár éra alatt ez a film kimond olyan dolgokat, amit nem volt szokás kimondani és kimondhatni. Ennél azért kevesebb ér is megállítottak filmeket. Hát igen. Ennek ellenére ugye a Karcsi, a Galgóci Erzsébet, aki egyébként egy komoly káder volt, már nem élt egyébként akkor, mikor ezt forgattuk, ezt a filmet. És hát a Karcsi tekintélye, ez az a dolog pikantériára, meg a film sikere, mert nagy kritikai siker volt amúgy, ez végig is átvitte, és nem akadt fent. Nem akadt fent. Bocsánat, egy pillanatra csak kiteszem a névsort, mert ezt elfejtettem az elején. Nem. Na, kérdés, gyerekek, tényleg nem ébresztett eléggé? Parancsolj. Jó estét, én arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a lengyel színésznőkkel együtt dolgozni, mennyire volt nehézkes a színészvezetés még az elején és a forgatás alatt? Nagyon kényes volt a helyzet, hosszú töprengések után döntött úgy a Karcsi bácsi, hogy nem magyar színésznőkkel kísérletezünk. Nem is csináltunk magyar színésznővel próbafelvétel, mert valahogy a dolog olyan volt, hogy attól lehetett tartani, hogy ennek a témának
egy magyar színésznőre alkalmazása olyan utó zöngéket, vagy olyan gondokat jelent az illető életében. Szóval volt egy ilyen aggály, ezt most nem is tudom pontosan, mert ez azért egy rendezői lágében zajlik ez a dolog, engem nem vontak ebbe bele, de azt tudom, hogy áthallások voltak, hogy ezt nem kísérletezünk magyar színésznővel. Azért gondoljátok bele, még ma is, most ugye készültek a homoszexualitással kapcsolatban két vagy három film is nálunk, és még itt is vannak olyan áthallások, kommentek, nem tudom mik, amik ezt a problémát nem hajlandók kellő nyíltsággal és egészséges módon kezelni. És ez akkor még 82-ben még inkább így volt. Tehát eleve a lengyel színésznők között keresgélt a Karcsi. Azt tudom, hogy reveláció volt számunkra, hogy ez a két lány végül is ezt a dolgot csinálta és fölvállalta. Két fantasztikusan kedves, bűbájos, nyílt, jó humorú ember volt. Amúgy egyikük sem volt semmilyen értelemben érintett ebben a másságban, családos asszony, mind a kettő asszony létére vállalta ezt a filmet akkor, és hát a Jadviga megnyerte a Cannes-i nagy díjat ezzel az alakítással, azt nem tudom, tudjátok-e. A film amúgy nem nyert akkor Cannes-ba, de az alakítás díját kapta, a Cannes-i alakítás díját. Küldtök oda egy mikrofont? Szeretném kérdezni, hogy volt a zenés rész, a buli rész, és voltak olyan részek, amikor a zenészek látszottak, és nagyon látszott, hogy nem azt játsszák, ami hallatszik. Ez ilyenkor hogy működik, hogy teljesen egyértelműen, amikor gyorsan játszott a hegedűs, akkor lassan játszott a zenébe, és fordítva, ez ilyenkor hogy működik? Vagy szakmabeli vagy nem tetszett eléggé a film, mert én őszintén szóval láttam már egy párszor ezt a filmet, de erre sose figyeltem oda, még nem vettem észre, pedig biztos így van, ha észrevetted. Hát ez természetesen playback. Tehát itten, miután nem lehetett eredeti hangot venni, ugye ez playbackre megy, bejátszották azt a bizonyos zeneszámot, és a zenészek úgy, ahogy rájátszották a maguk vonójával a képességeik szerint, és valószínűleg becsúsztak ilyen aszinkronitások a dologba. Én azt mondom, hogy az is problémát szokott okozni ebben a technológiában, hogy ugye ezt szinkronban akkor lehet fölvenni a zenével, hogyha nagyon pontosan tudja már a forgatáson, hogy melyik zenei részt, melyik szögből, melyik kameraállásból lesz majd a filmben, hogy biztos, hogy azt az annak megfelelő részt, tehát tulajdonképpen előre meg kell vágni fejben akkor az egész jelenetet. Igen, hát egy zenés, a zenei ismeretében, és akkor egy ilyen jellegű, ez tulajdonképpen ennek a bulinak a dokumentálása úgy is van feldolgozva. De valószínű, hogy ti úgy is vettétek föl, csak azt el tudom képzelni, hogy aztán a vágóasztalon kiderült, hogy igen, de az úgy túl hosszú lenne, vagy az nem annyira érdekes az asztal. És akkor, mikor elkezdenek kimaradni felvételek és beállítások, akkor, de azért a jelenet meg a történet az lényegessé válik, akkor ezek a szinkronitások válnak az áldozataivá a rövidítéseknek. Igen. Valószínűleg ez történt. De ami nekem emlékem ebből, azt tudom, hogy bemondta, hogy playback indul, és akkor elkezdett játszani, ugye nyomták a hangszórók a zenét, és akkor természetesen mondjuk a muzsikusok, ha csak nem egy svenk elején szerepeltek, akkor vágóképként voltak csak bevágva. De a muzsikusokkal nyilván az egész zeneszámot föl kellett venni, és aztán ahol amelyik részt vágóképként oda editálták, az a rész kellett szerepeljen. Hogy aztán
Például ilyen kamera gondok, hogy az örgős a reflex, amelyik nem szinkronmotoros a reflex, az például nem mindig tökéletes pontosággal hozza a 24 kockát, vagy a 25-öt volt, már nem tudom már, hogy 25-ös volt ő. Akkor a televíziós időszakban ugyanis átálltunk a 25 kockára. De itt még én azt hiszem, hogy 24 kockával ment, de az Ariflexnek csak a szinkronmotoros változata tartotta ezt a 24 kockát nagyon következetesen, mert egyébként ott egy kis játék abban mindig volt. Természetesen kijelzte a kamera a 24 kockát. De... Ez a kamera, mert az alján volt egy ilyen potméter, és azzal lehetett állítani egy tárcsával, hogy milyen gyorsan forogjon a kamera. Volt ott egy ilyen kilométer óra, ilyen fordulatszámmérő. Igen. És akkor mielőtt elindítottunk egy felvételt, kicsit így megnyomtuk a kamerát, megnéztük, hogy meddig mutat, meddig len ki a fordulatszámmérő. Nagyon óvatosan, mert egy méter igen. Nyersanyag is. És akkor körülbelül 20 valamennyire beállítottuk, de hát az szerintem 20-tól 26-ig valahova beállt. Igen. És akkor aztán persze, hogy merült le az akkumulátor felvétel közben, az tudott még változni, szóval azért ez nem volt még az a top teljesen a kristály szinkronmotorokkal. Szóval ti már ezzel nem fogtok találkozni, pedig az egy fantasztikus kamera volt ez az Örgős Ari. De én ugye a főiskolán még tanultam a Döbrivel való munkát is. A Döbri az egy 90 kilós műtermi kamera volt, egy hangos kamera. Ugye azzal műteremben azzal forgatták az eredeti hangos felvételeket. Ez kicsit nagyobb volt, mint ez a tenger alatt járó. Három ember rakta föl a hókedlire, volt egy ilyen állítható magasságú hókedli. És aznak három, az 90 kiló volt, és ráadásul rendkívül kényes, nem lehetett leejteni meg ilyen csacskaságok. Én ezen még tanultam, főiskolai óránk volt Döbriből, de soha életemben Döbri kamerával a filmet nem forgattam. Viszont statisztáltam még azokban a filmekben, amikben a Széchenyi Feri Döbrivel forgatott. Ráadásul ennek még az a tulajdonsága is volt, hogy volt olyan Döbri még a korábbi változat, amíg film átnézős volt. Ami azt jelenti, hogy annyira az eredeti képet látta, hogy átlátta a filmen keresztül látta a képet a keresőben. Ez később, amikor már ezt a sötét védőréteget a nyersanyagokra rávitték, nem lehetett, akkor volt már tükrös Döbri, úgy hívtuk, hogy tükrös Döbri, és ezzel is olyan sötét képet látott az operatőr, hogyha napfénybe, külsőbe forgattunk, akkor nem lehetett levenni a fejedről a fekete kendőt, mert akkor megvakultál utána, és nem láttál semmit. És a Széchenyi Feri, emlékszem, éppen a Karcsival forgatott filmet, az utolsó Paradicsom című filmét forgatták Karcsinak, amiben statisztáltunk még főiskolásokként, azt hiszem. És ott állandóan az volt, hogy annak sajnáltuk a Ferit, aki ott volt a fekete kendővel bekötött fejjel, és nem vehette el a fejét a kameráról próba, meg átállás, meg beállítás szünetbe, hanem állandóan ott kellett a sötétbe tartsa a szemét. Hogy szoktassa a szemét. Hát, hogy az én, hogy a szemem megmaradjon a megszokott sötétségben, mert különben, ha elvette a szemét, akkor a napfényben elvakult a szeme, nyilván a pupillái összehúzódtak volna, és nem. Utána nagyon hosszú idő után tudott volna csak alkalmazkodni újra. És ezt az időveszteséget úgy spóroltuk meg, hogy nem vette le a kendőt a fejéről. Azt, igen. Na, ott hátul van egy kérdés, ugye? Valahol. Igen, hogy a film magyar, illetve külföldi fogadtatásáról hallhatnánk még egy keveset. Hát mondtam, hogy nyert a film Cannes-ban egy színészi díjat, itthon kritikai siker volt. Én úgy emlékszem, hogy nagyon jól fogadták azzal együtt, hogy nem volt túlforgalmazva. Ma visszanézni, ki lehet szerintem keresni ezeket a valamikor... Forgalmazási adatokat? Forgalmazási adatokat is, meg a kritikákat is talán vissza lehet keresni, hogy mit szólt akkor a kritikai világ ehhez a dologhoz. Anélkül, hogy most, tehát nem akarom, hogy ne térjünk vissza ehhez a filmhez, hogyha van kérdés, de két másik területre jó lenne, hogy kicsit átkirándulnánk. Az egyik az, hogy,
hogy mondjuk a tanút azt nem te forgattad, mert azt a zombi csinálta a Bacsóval, de a Bacsó Péter legtöbb filmjét, vagy legalábbis hát amiket az utolsó korszakában csinált, hát nagyon sokat te csináltad. Több mint 15 filmet csináltam a Péter. 15 játékfilmet csináltam be, és egy két vagy három tévésorozatot. Egyrészt erről szeretném, hogy picit majd beszélni, hogy milyen volt a Péterrel dolgozni, meg ez mit jelentett. Másrészt pedig, hát azt nem szabadna kihagyni, hogy hát volt az a bizonyos libabőrös élményünk az István a királynak a Városligeti előadá, a király dombon, az a, ugye az 89? 8? 8. És arról készült egy film, aminek te voltál az operatőre, ugyan mindenki dolgozott benne, a filmgyárban élt és mozgott, tehát ott nem volt olyan operatőr, aki nem lett volna kint azon a forgatáson. Hát akit lehetett, meghívtam, azt tudom. De te ott voltál egyébként? Persze, de mindenhol voltam. De hogy arról jó lenne, ha majd mesélné, mert ez egy hatalmas élmény volt. És jó, hát a Bacsóval kapcsolatos dolog, az a Bacsó mellé úgy kerültem, hogy a Zsombi, akivel ő előzőleg folyamatosan dolgozott, ő elkezdett rendezni, akkor volt a Kenguru című filmje a Zsombinak, és akkor a rendezői Zsombolyai az levált a Péterről, és a Péter keresett operatőrt. Én akkor végeztem azt. Azt én csináltam, egyébként a Kenguru. Igen? Nocsa. Ezt nem is tudtam. És akkor én akkor lettem kész a Simó Sanyival, az apám néhány boldog évével, előtte volt a Cséplő Gyuri, és akkor Péter felkért engem operatőrnek, és onnantól kezdve kizárólag velem dolgozott, és szakadatlanul, és nagyon jó barátok lettünk az idők folyamán. És óriási mázlim volt tulajdonképpen, mert egyidejűleg a Péter felkérésével kaptam egy másik felkérést is. Most nem szeretnék nevet mondani, de egy óriási bukás lett abból a dologból, amit nem vállaltam el, hanem a Pétert választottam. De az egy picit arról beszél, hogy milyen volt a Péterre dolgozni, mert ő szinte teljesen ellentétes rendezői karakter, mondjuk a Makkarcsihoz képest, ugye? Milyen volt ez az együttműködés? Az operatőri szakmának a prostitúcióhoz is van némi köze, meg az iparművészethez is. Az iparművészethez azért, mert mi tulajdonképpen alkalmazott művészek vagyunk. Tehát itt a teljes operatőri egónak és a teljesen önálló autonóm művészetnek a kifejtésére nagyon ritkán van mód. Ez azért van, mert van egy rendezői elképzelés, amihez minden körülmények között alkalmazkodni kell, és ez az igény, ez az elvárás a rendező részéről nem csak jogos, hanem elkerülhetetlen. Vannak olyan operatőr sorsok, amelyek azon futnak zátonyra, hogy az önérvényesítésnek a csapdájába esve az operatőrnek nagyobb sikere van, mint a filmnek. Ez általában nem szokott jól esni a rendezőknek, nem veszik jó néven, amikor az operatőr mindenféle dicséreteket kap, és mellesleg megemlítik, hogy a filmet is láttam, kár volt. És mint a kritikusok alkalmanként ilyesmire ragadtatják magukat, nem jó dolog az, hogyha az operatőri mentalitás ilyen értelemben túlteng valamiért. Ez azért nagyon borotva élen játszó, vagy táncoló viselkedés az operatőri mentalitásban, mert olyan emberekkel kell alkalmasint, alázattal és mégis ambícióval dolgozni, akik váltakozó egy éven belül akár, boldog idők, amikor még több filmet csináltunk egy évben, vagy akár hármat is elkezdtem egy évbe forgatni. Tehát olyan emberekkel is dolgozni kell, akik alkalmasint nem ülnek le egymással egy asztalhoz.
mert a rendezői társadalomban is vannak nézeteltérések, egyéb karakterek, eltérések, és nem mindig imádják egymást. Tehát vannak olyan emberek, hát akik nem beszélnek egymással. Hogy nem mindig jó megemlíteni, hogy másnap kivel találkozik az ember. Nem kell okvetlenül elmesélni, persze elterjed, előbb-utóbb kiderül. De, tehát ez is egy humorizálunk a dolgon, de azért gondoljatok bele, hogy van egy rendező, aki kiválaszt egy operatőt, és az onnantól kezdve egy kisajátítási folyamat. Egy házasság, együtt utazol vidékre, rossz anyagi körülmények között alkalmanként még egy szobába is kell aludni, együtt vacsorázol, reggelizel, megosztod a magánéletedet, a problémáidat, a szakmai problémáidat, mindent megosztasz valakivel, mert össze vagy zárva vele, alkalmas, mint egy évig. És akkor egyszer csak azzal nézel szembe, hogy a következő héten, vagy a következő évben, miután neki évekbe telik az új filmét előkészíteni, de ott már esetleg van egy másik rendező, tehát a következő évben, a következő héten, miközben befejezted a filmedet, már egy másik rendezővel kell képletesen lefeküdni. És ez hogy is mondjam, ez egy elég fontos faktora az operatőri létezésnek. Nem elég technikailag felkészülni, az az egyik elengedhetetlen része, de az bebizonyosodik, hogy azt egy pár év alatt meg lehet tanulni. De egy fél életen keresztül alkalmazkodni, és mégis talpon maradni, és mégis baráti kapcsolatokat kiegyenlíteni, és féltékenységeket leküzdeni, és mégis lenni, ez egy nem mellékes része ennek az alkalmazott művészetnek. Tényleg olyan, az operatőr nem dönti el, hogy kivel dolgozik. Nagyon magasan lehet. Lehet, hogy a sztoráról azt mondja valakinek, hogy veled öcsi nem. De egy normális középszinten egy operatőrt kiválasztanak. Kiválasztják a munkája alapján, a kvalitása alapján, amit letesz, és kiválasztják annak alapján, amit hallani lehet róla. Hogy egy kötözködő, hogy kekec, hogy viselkedik a munkatársaival, hogy egy megbízható, szavahihető ember, hogy nem alattomos, hogy ilyen, hogy kedves, hogy pokróc, de nagyon tehetséges. Szóval nagyon sokféle vélemény elterjed az emberről, a szakmán belül, és azok mind ott lebegnek a köztudatban, vagy a szakmai köztudatban a fejed fölött. És egy személyes konfliktus, ha százszor igazad van, és rosszul terjed el, rosszul sugárzik ki abban a közegben, amiben élsz, az nagyon tud ártani. Hiába volt igazad, és miért lenne igazad, mikor neki is igaza van? Nagyon érzékeny dolog ez, amiről most beszélek, és én minden álszerénység nélkül mondhatom, én egy bot csinálta operatőr vagyok egyébként, mert színész akartam lenni, aztán véletlenül lettem operatőr, az egy hosszú történet. De én nagyon azt hiszem, hogy az én karrierem vagy életművem azért jöhetett létre, mert ebben a vonatkozásban egy meglehetősen, hogy is mondjam, működőképes ember voltam. Hogy nem voltak olyan konfliktusaim, amik kisugároztak, és amik azt arról szóltak volna, hogy engem valamiért nem lehet elviselni. És ezért alkalmasint még a nem csúcs tehetségemet is szívesebben alkalmazták emberek, akik az ilyen fajta kiegyensúlyozottságra vágytak, mint amin az én sajátom volt esetleg. Ezt nagyon fontosnak tartottam elmondani, és amikor Gabi kért engem, akkor el is határoztam, hogy erről beszélni fogok. Mert nagyon törékeny élet
sorsok fűződnek ehhez a problematikához. Érdemes rajta elgondolkodni. Kérdés. Igen, és ez ma is igaz, tehát ez nem változtatta meg a technika. Ez mindenkor igaz lesz. István a király? Ja, István a király. De az István a királynak én tulajdonképpen, látod, az egymásra nézvével, hát ebből is látszik, hogy 82 környéke, az egymásra nézvére készültem a Karcsival, előkészítési periódus volt, amikor a Koltai engem megkért arra. És én engedélyt kértem a Karcsitól, hogy még elmehetek ezt megcsinálni. És az annyira nem volt még a dolog kész, hogy engedélyt kaptam. Én akkor már a Karcsinál el voltam köteleződve erre a filmre, és akkor engedélyt kaptam, hogy István a király. És akkor elkezdtünk ugye ezzel házalni, mert az lényegében filmnek készült eredetileg is. Az volt a terv, hogy film lesz belőle. Sok mindent hallottatok már nyilván a történet születésről, meg egyebekről, és akkor Nemesküldi tanár úr azt mondta a Koltainak, hogy nem, nincs erre elég pénz, nem lehet egy pénzt csinálni, de csinálnak belőle egy színházi előadást, és ott forgassunk, abból csináljunk egy nagy anyagot, és akkor esetleg kiegészítésekkel ebből lehet a film. Tehát az egész királydombi legendás előadás egy film kedvéért jött létre. Nem egy színházi rockopera előadásnak készült, hanem egy film kedvéért jött létre. Az, hogy ebből egy ilyen fantasztikus siker lett akkor ott a királydombon, amire mindenki, aki arra járt, emlékezik, és ott tényleg az egész operatőr kollégáim egész szériáját voltuk, vagy 12-en, 14-en a forgatáson, összesen két vagy három előadáson készült az az anyag, amiből a film aztán filmet összevágták, méghozzá azzal a technikával, hogy az előadás közben mentek a kamerák, a beállított kamerák, leutéve fárcsinek, meg különböző helyekre elrejtett kamerák mentek, de a közelieket természetszerűleg nem lehetett előadás közben csinálni, hanem éjjel, mikor a színészek hullafáradtan letették a lantot és a sikertől megmámorosodva, mert letépték az embereket a színpadról, olyan siker volt, akkor össze kellett terelni őket. Szerinted a szűkebb jelenetekbe. Akkor a sikere annak az előadásnak? Te, Gabi, ezt vagy olyan sokan, elemezték ezt, én nem tudom, ez annyira telibe talált akkor zeneileg, meg hangulatilag rengeteg embert, annyira sokan tudták a maguk szájaíze szerint magyarázni, ezt azóta egyébként a sajtóban a Koltaiék, a Szörényitől a Brodyig mindenki feszegette már. A Koltai ebből létrehozott egy első, nagyon nacionalista ízű, egyáltalán a magyar zászlónak a horizonton való megjelenésével a nacionalista érzelmekre ható, akkor lefolytott nacionalista érzelmekre ható előadást, amit ugyanakkor egy más oldalról a Szent Istváni kompromisszumnak a Kádár kezébe adásaként is értelmeztek. Máig azzal vádolják a Koltait például az ellenfelei, hogy benyalt a Kádárnak, mert úgy állította be tulajdonképpen az egész istváni problematikát, mint a nagy kádári kompromisszumot, az 56 vérbefolytásával, a megtorlásokkal, de utána. Ugye az István a Koppányt felnégyeli, aztán utána konszolidálja az országot. Ennek az áthallása működött akkor. Egészen biztos pártvonalon is, mert végül is, a sok nemzeti zászló, meg hújogás, meg egyházzene, meg minden Isten ellenére nem volt igazi politikai ellenszél ezzel a dologgal kapcsolatban. Az egy másik kérdés, hogy az egész Szörényi Brody mű olyan erős lett, hogy bebizonyítja itten máig terjedően, hogy benne van a köztudatban, zenével, gondolatiságával máig is vitákat kavar, és tud, és működik. Na most, akkor, amikor ez a dolog készült, akkor mi nem is sejtettük, hogy ebből mi lehet. Azt
nem azért mondom, de a Koltai könyvet írt aztán erről a dologról, amiben ez a az Koltai, én, a ne, Gábor, a Gábor, félreértésékel. Az ellentmondásos Gábor. Na, ő tulajdonképpen engem akkor látványtervezőnek szerződtetett ehhez a dologhoz. Nem csak a film operatőrjének, hanem látványtervezőnek. Ott volt díszlettervező is, meg közösen agyaltunk, de sok minden ötlet, ami ott azon a dombon megjelent, az egy ilyen közös szülemény volt. Az én alapszüleményem tulajdonképpen az volt, hogy amikor a hosszú keresgélés után amfiteátrumokba jártunk, névstadionba jártunk, ahol egyébként volt később egy előadása, amikor megtaláltuk ezt a királydombi helyszínt, akkor az eredeti terv az volt, hogy a nézőteret a dombra telepítjük, ugye, hogy a nézők rálátással letakarják egymást, és lent a síkon, ott majd zajlik az előadás, és én akkor azt mondtam, hogy gyerekek, megőrültünk. Mi nem színházi előadást csinálunk, hanem filmet akarunk, tehát nekünk a látványa fontos, az események majd zajlanak fönt a dombon. És ott zajlik az egész koreográfia, és minden a nézők meg majd szépen szerényen ülnek ott a bokrok közt a megfelelő székeken. És ez a dolog alapvetően döntötte el ennek a fantasztikus látvány lehetőségét, mert ott aztán bejöttek ugye a Koltai féle feltalált ködök, szelek és fények. Meg iszonyatos nagy táncos létszám. És a Novák Tata által irányított fantasztikus népi táncos létszám, amelyik ott ugye őrületes próba folyamatok révén került aztán oda a dombra, a különböző zárt helyeken gyakoroltak, és akkor az előadások előtt már csak a dombon összeszerkesztette az egészet a Tata, úgyhogy akkor gyerekek, ez egy olyan fantasztikus siker volt, annyira tele volt vele a város, hogy, és azóta is, aki azon részt vett, az emlegeti. Én emlékszem, hogy euforikus lelkiállapotban voltunk az egész idő alatt. Igen, és az volt a furcsa élmény benne, hogy talán az egyetlen pillanat volt az, amire én visszaemlékszem az életemben, hogy úgy teljesen egyé kovácsolta az egész országot, az az előadás. Tehát, hogy ott nem lehetett érezni, hogy most valaki jobboldali, vagy baloldali, vagy mennyire nem, hát ezek a nacionalista, a, vagy nem. Ezek, amikor nem, beszéltem, ezek mind utólag kerültek. Igen, tehát, hogy volt egy olyan egészséges, ilyen jó leső érzése annak, hogy ennek a magyarság vállalásának, igen. És az valóban egy ilyen teljesen árnyékmentes, vagy ilyen egyértelműen pozitív élmény volt mindenkinek. Ott ez egy pillanatig nem merült fel, sem a Brody-Szörényi konfliktusa, nem is volt még köztük akkor semmiféle ilyen konfliktus. Ez csak a rendszerváltás hozta meg. És valóban az volt a dologban fantasztikusan erős, hogy mindenki úgy felfedezte, ott a helyszínen felfedezte, úristen, de jól szólnak ezek a dolgok. Hát azt nem tudjátok elképzelni, hogy a Wikidán milyen sikerű pasi volt ott, amikor először egyszer csak elindult ott a playback, amiket megcsináltak a műtermekbe, és az ott elkezdett szólni azon a dombon. És azt tudjátok, hogy a Pelsőci, akinek a Réka, a Pelsőci Réka nevű rendkívül tehetséges, nagyszerű rendező és színésznő lánya van, a Pelsőci Pista, ő játszotta az István, de nem ő énekelt, hanem a Varga Miki, aki hát alkatilag, látványilag ugye nem volt alkalmas erre lévén, hogy pici volt, még hosszú hajú. Tehát kellett egy ilyen reprezentatív jelenség. De ezt a Pelsőci milyen alázattal csinálta végig, az elmondani nem lehet. Nagyon, nagyon, nagyon nagy sikerű móka volt az akkor. Na milyen? Mit kérdeztek még? Most mi jut közbe? Hagytunk időt a gondolkodásra, hogy kiben mi merült fel, akár a vetített film kapcsán, akár az összes felmerült kérdés, vagy teljesen más téma, mondjatok.
Az van, két és vagy az nem azért álltál fel? Ja, a mikrofon. Hol van a mikrofon, adjatok oda egyet. Regéljetek valami, kíváncsi lennék, hogy ez nagyon lassú tempójúnak tűnik a mai néző számára, ez az egymásra nézve. Szóval fárasztóan lassú és hosszadalmas, vagy pedig azért ez az érzelmi rész azért összetartja. Biztassatok egy kicsit engem, mert annyira szeretném. Parancsolj! Annyi szó. Ja. Addig nyomd a gombot, amíg zöld nem lesz a lámpa. Jó, most nem lett, most semmilyen szín nincs. Jó. Meséltétek, hogy mennyi probléma volt mai kamerával, és akkor motoszkált bennem a kérdés, amit most fölteszek, mert nem változott semmi. Ott már mindig egy rózsaszín volt a színes képben, az hogy került, és ez micsoda? Az, hogy itt fotóztuk le ezeket a film albumából itt kint az előcsarnokban, és valami tükröződés van a képen. Tehát ez egy fotónak a reprodukciója, amit most csináltunk kint az előcsarnokban. A másik, meg az egymásra nézve a filmre, a verfotókat kikészítette. Egy Kende Tamás nevű fotóművész barátom csinálta ezeket a képeket, és ez úgy került ide, hogy a Gabi megkért engem, hogy azt az albumot hozzam el. Ez is egy érdekes dolog, akkor olyan jól állt a magyar filmgyártás, hogy minden operatőr és rendező minden játékfilm után a fotóművésztől, akinek ez a költségvetésébe belefért, kapott egy ilyen vastag, elég nagy formátumú albumot, amiben részben a színészek munkájáról, tehát részben standfotók, részben pedig verkfotók szerepeltek. Az operatőr természetesen olyan képeket kapott, amiket ő szerepelt többet, a rendező meg olyan képeket kapott, amik az ő munkáját reprezentálják jobban. Lényegében minden forgatás után a fotóművésztől ajándékba kaptunk egy ilyen albumot. Nekem 35 ilyen albumom van otthon. Melyik filmed volt a legsikeresebb? A Szerelem első vérig. Az 1 millió néző. Volt, ami ezt túlszárnyalat a Magyarországon? Nem tudom, azt hiszem igen, volt, persze, volt ilyen. De akkor azért gondoljátok, akkor még nem volt ez a televíziós dömping, és nem volt ez a hihetetlen konkurencia, amivel szembenézünk, és akkor még volt arra remény, hogy egy ilyen ifjúsági film ennyire megszaladt, és ilyen magas nézettséget ér el. De ami az én, hogy is mondjam, a munkáimat illeti, hát éppen egy kedves hölgy, itt az előbb civilbe feltett kérdéseket, hogy lehet-e egy rendezőtől, operatőtől azt kérdezni, mi a kedvenc filmje. Gyerekei között az ember nem nagyon szokott válogatni, tehát azt valljuk általában közhelyesen, hogy minden filmemet nagyon szeretek, a tanúságaival, a gyengeivel együtt. De hát természetesen vannak a pályámon jobban meghatározó dolgok, mert én nagyon sokat köszönhetek a Sipoló macskakőnek, nagyon, annak ellenére, hogy a gazdag utána egy filmet se forgatott velem. Nagyon sokat köszönhetek a Cséplő Gyurinak, ami az én egész dokumentalista munkásságomnak a csúcsa, és aminek a nyomán olyan rendezőkkel dolgoztam, akik ezt a dokumentalista stílust szerették viszont látni. Ennek köszönhetem a Simó Sándorral csinált filmjeimet, az Apám néhány boldog évét, ami engem tulajdonképpen elindított egyáltalán annak a sikere, az operatőri sikere is elindított a pályán. Ennek köszönhettem végül is a Bacsót, a Bacsónak köszönhettem a Makkárolyt, a dokumentalizmusomnak a Mészáros Mártát, én szóval, en szóval, a Dobrai Gyurinak, akivel együtt végeztem a főiskolán a szerelem filmeket. Ugye ahol csak kettő készült, az elmondott, hogy 2, 3, 4, 5, szerintem csak kettő. A szerelemből? Igen. 3 készült, de a harmadikat nem vállaltam. Az meg is bukott rendesen, de nem azért, hanem mert már nem, kifulladt a történet. Te is a főszerep, az a fiatalosság, Beri Ari néven, ő eltűnt utána teljesen. Tegnap találkoztam vele, most fogok le vele összejönni. Ő egy grafikus, érvényesült, nincs családja, saját zenekara van, zenekari műveket szerez, saját kis stúdiójában, grafikai stúdiója van, és tegnap teljesen véletlenül összefutottam vele.
47 éves. Ha már Csépről Gyurit említetted, ugye jól emlékszem, pár hét a forgatás után meghalt valami betegségben a főszereplő. Egy évvel a forgatás után nagyjából. Neki volt egy született szervi szívbaja, egy szívbillentyű cserét kellett volna végrehajtani rajta. De a Schifferpál barátom minden igyekezete ellenére egy ilyen önpusztító életet élt. Tehát bent volt egy szanatóriumba, ahol föl akarták építeni arra, hogy kibírja a műtétet, de megszökött a szanatóriumból, láncdohányos volt, szóval nagyjából elpusztította magát, mert nem bírta a kórházat, és valamilyen módon a végül is a szíve felmondta a szolgálatot, úgyhogy a forgatás után egy évvel meghalt. Az se volt könnyű bemutattatni, ugye? Ott rezgett a létsz, hogy megy vagy nem megy moziba ez a film? Hát nézzétek, ez akkor nem nézte, pártunk és kormányunk nem nézte jó szemmel, hogy az országban olyan filmek készülnek, amik a szegénységről szólnak. Program volt ugyan a cigányság felemelése, program volt, mert a Kemény Istvánék és a Soltot Illyáék vizsgálatai alapján fedezte fel a Pali tulajdonképpen egyáltalán a Cséplő Gyuri személyét, de ezeken a vizsgálatokon ő részt vett és utazott, és ezeknek az utazásoknak a melléktermékei voltak azok a cigány szociológiai filmek, a Faluszéli házak, a Mit csinálnak a cigány gyerekek című dokumentumfilmjeink, amik ezt a problémát járták körül. Nem nézte jó szemmel pártunk és kormányunk, de engedélyezve volt, nehéz volt kibrusztolni hozzá a pénzt. De hát a Cséplő Gyuri végül is a pozitív kicsengésével, azzal együtt, hogy az előítéleteket nagyon keményen leleplezte, végül is egy jól fogadott film volt, mert egy optimista kicsengése volt, egy tovább járásra ösztönző, egy kitörésre ösztönző dolog és gondolat van a filmben. Ezzel együtt, ugye ha ma szembenézel ezzel a problémával, akkor még volt munka. Volt hova elutazni a munkáért, fekete vonattal. De ma már munka sincs, nincs hova elutazni. Egyébként ezt, ha már megkérdezted, hogy milyen tempója a filmnek ma, én meg arra lennék kíváncsi, hogy ti érzitek-e azt, hogy mennyire, hogy akkor ez egy ilyen kötéltánc volt, vagy borotva élen táncoló dolog volt, ilyen mondatokat kimondani, vagy ez ma nem érződik. Mert nekem van olyan élményem, pár évvel ez utánról ráadásul, ahol betiltottak filmet, és tulajdonképpen nem lehetett megmondani, hogy miért, mert igazából nem hangzott el benne semmi olyan mondat, ami miatt inkább az egésznek az atmoszférája, amit sugárzott, az a közérzet, az, ami nem volt. Tehát, hogy ennél sokkal kevesebb is elég volt ahhoz, hogy egy film dobozba maradjon. Azért, és ha ma megnézitek azt a filmet, akkor azt hiszem, hogy nem nagyon lehet rájönni, hogy itt vajon mi lehetett az, ami miatt nem szerették, vagy az már nem ment át az ő tűrő képességükön. Úgyhogy azért kérdezem, hogy ti ezt hogy néz, tehát hogy mai szemmel ez hogy néz ki? Ez mennyire látható, hogy mondta, hogy küldjetek oda egy mikrofon. Jó estét, sziasztok! Én amellett, hogy a filmnek a sebessége, hogy lassú, nem lassú, szerintem a tempója az tökéletes, és a emberi drámák mellett, amellett, amiket bemutat a két nő a kapcsolata és a tolerancia, amellett a másodlagos mondani valója, hogy szerintem azért kortalan ez a dolog, és nekem azért tetszik ma is, és szerintem azért működik ez majd 20-100 év múlva is ez a film, mert szerintem minden kornak kellenek úgymond olyan évrák, akik nem fogják befogni a szájukat, és akik le fogják azt írni, még ha lesz ott egy erdős is, aki egy-egy mondat, egy főszerkesztő, aki egy-egy mondatot ki kell, hogy húzzon, de minden kornak meg kell, hogy legyenek ezek az emberei, akik le fogják írni azt, amit le akarnak, az igazságot. És nekem így másodszorban ezt
nekem ezért tűnt fontosnak ez. Ti legyetek azok. Egyébként, hogy mi akadtak fel bizonyos filmek, ezek néha egészen abszurd ügyek voltak. Szóval terjedtek háttérbe információk arról, hogy mikor, melyik elvtársnak mi nem tetszett. És mint minden ilyen beszorított a közvetlen környezetére is örökké gyanakvással néző közegben, elég volt valakinek egy filmegjegyzése, abba belefújtak, azt időnként ugye a feleségek néztek filmeket, és akkor azt mondta az X néni, az X bácsinak, hogy na hát azért ne haragudj már János, hát azért ott azzal nem tudom én micsoda. És akkor ezt meghallotta valaki az ajtó mellett, és akkor másnap azt mondták, hogy hát az nem maradhat benne. És akkor a rendező vagy kötötte az ebet a karóhoz, hogy már pedig nem vágom ki, akkor vagy rá parancsoltak, vagy megkérték, vagy addig piszkálták, amíg kénytelen volt, és akkor emögött a háttérben zajlottak ottan a felmerülő dolgokban, a Kósa Feritől, a Gazdag Gyusziig, a Schiffer Palitól, a Kardos Feriig, azok a problémák, amiknek a révén aztán kicsit tiltva, kicsit tűrve, aztán mégis egy kicsit megengedve végül is be lehetett mutatni a filmeket. A tanú így maradt 10 évig dobozba, a Kardos Ferit így minősítették vissza a nagyszerű filmje miatt hosszú időre, és aztán rendezők megvívták valamelyest a csatáikat, aztán valahogy felszínre kerültek a dolgok, de hogy mik voltak azok az abszurdumok, amiket a háttérben valaki kifogásolt, annak soha nem lehetett igazán a nyomára jönni. Kérdés van-e? Mert most úgy érzem, hogy elérkeztünk a tűrőképesség határára, és megindult a vándorlás a vacsora felé. Igen, úgyhogy... Hát akkor későn vacsorán. Úgyhogy egyrészt nagyon, nagyon szeretném megköszönni, hogy eljöttél és elmesélted ezeket. Köszönöm szépen az érdeklődéseket és viszontlátást. És másrészt pedig meg tulajdonképpen most ezzel bezárjuk ezt a fél évet és ezt a sorozatot, és hogyha van kedvetek, akkor szeptemberben újra találkozunk itt. Sziasztok!